A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban ellátogattunk egy székesfehérvári állatotthonba, beszélgetünk gyerekbetegségekről, valamint részt vettünk egy merrák elleni sétán, és egy újonnan indul kisfilm sorozatot is mutatunk Önöknek. Tartsanak velünk! Önkéntes napot tartottak a Herosz székesfehérvári állatotthonában. A segítők ezek festettek, simogattak, sétáltattak. Tappancsot is megsétáltatták az önkéntesek a Herosz által működtetett fehérvári állatotthonban. Az idén 30 éves szervezet bátran támaszkodhat az állatbarátok segítő támogatására, amely ezúttal több formában öltött testet. Úgy hirdettük meg ezt a napot, hogy szeretnénk a kennelsornak a külső kifutóit lefesteni. Ezt sikerült teljesíteni néhány óra alatt, mert hogy a régi önkénteseink közül is sokan kijöttek, és újonnan jelentkező is volt 11-12 ember. Nekik tartottunk az önkéntes koordinátorokkal egy tájékoztatót, de utána besegítettek a festésbe, és a következő pedig az volt, hogy egy kicsit elmentek macskázni, cicázni. Nem csak úgy lehet segíteni, hogy itt vagyunk kint az állatotthonban, és akár a dolgozóknak besegítünk, vagy az állatoknak a szocializációját végezzük, hanem lehet úgy is, hogy úgymond ilyen marketing vagy propaganda tevékenység. Tehát, hogyha az örökbefogadásra váró állatokat valaki megosztja, az már egy nagyon nagy segítség, hiszen minél több emberhez eljut az, hogy itt állatok várnak gazdára, annál nagyobb esélye van, hogy egyikbe másikba majd beleszeretnek az emberek, és hát a célunk az, hogy mindegyik állat gazdára találjon. A takarodó úti telepen közel 100 kutyáról és több mint 100 macskáról gondoskodnak. Közülük előbb-utóbb sokan gazdára találnak, de például Treat, az Amstaff keverék kutya, több mint 5 éve itt lakik, többnyire visszahúzódó, ezért nem hívja fel magára a figyelmet. A macskáknál Pehely a legrégebbi lakó, másfél éve van a telepen. A Herosz országos igazgatója szerint a kóborállatok vonatkozásában manapság nem kritikusabb a helyzet, mint korábban, csak sokkal érzékenyebb a társadalom. Nem annyira emelkedik a tarthatatlan eseteknek a száma, mint amennyire a társadalom érzékenysége nőtt, hála a jó Istennek. Tehát ami mellett az emberek elmentek annak idején 5-10-20-30 éve, és abszolút természetesnek tartottak, vagy rá se rántottak, ma amellett megállnak, segíteni akarnak, és problémának tekintik. Tehát nem hinném azt, hogy több az elítélendő eset, csak sokkal érzékenyebb a társadalom, és sokkal hamarabb észreveszi és jelez az adott helyen, legyen az önkormányzat, rendőrség, állatvédő szervezet, bárhol. Az önkéntesek az esetek túlnyomó többségében nem állnak meg a telephelyi munkánál, szinte mindannyian befogadó gazdikká válnak. Elkezdődött az iskola, ezzel együtt pedig megjelentek a betegségek is, valamint a Covid is itt van velünk. Erről a témáról Kovács Szilvia kolléganőm beszélgetett Mosolygó Éva házi orvossal stúdiónkban. A stúdióban köszöntöm Mosolygó Éva házi orvost, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy mostanában mindenki tüsszög, köhög, orrot fúj, és hát teljesen tele vagyunk itt a Covid-dal és a mindenféle megfázásos, illetve felső légúti betegségekkel. Habár az idő mondjuk most éppen olyan vénasszonyok nyara közeli, de szerintem erre is oda kell figyelni, hogy ez is csalóka lehet, ugye? Igen, abszolút. És ugye egyáltalán arra oda kell figyelni, hogy komfortosan érezzük magunkat, és annak megfelelően válasszunk öltözéket. De mielőtt még belefognánk a szakmai részébe, ezt szeretném mondani, hogy már egy hónapja, másfél hónapja ezt publikálta a kedvenc virológusom, a Pécsi Klinikának a virológusa, a Kemenesi Gábor doktor, hogy vélhetően, őt idézem, vélhetően az őszi fertőző betegségek ránk fogják rúgni az ajtót. Őt
idézve szó szerint ez történt, ezt a rendelőben észleljük is, és ennek persze megvan a szakmai magyarázata, teljesen logikus, hogy ez így alakult, és igaza lett, most ezt a rendelőben is észleljük, valóban rengeteg őszi hurút van, és a szokásostól ezek kicsit mélyebbek, kicsit lassabban gyógyulnak, és több embert érint. De ha érdekes lehet, akkor elmondom, hogy mi az oka ennek. Feltétlenül ez lett volna a kérdésem, hogy egyébként most csak így laikusan és mint szülő például azt látom, hogy vannak ezek a tipikus megfázásos dolgok, tehát hogy mondjuk a gyerek eljár az uszodába, utána kimegy, és mondjuk az elmúlt hetekben azért elég hűvös idő is volt, meg ugye vannak ezek az egymás között terjedő gyerekbetegségek, amikor ugye a nyári szünet után visszatérünk, és teljesen jellemző, hogy mondjuk 2-3 hét múlva mindenki kidől. Igen, igen, és ennek az a magyarázata, az emberek fejében kicsit kavarodni szokott, hogy a meghűlés, hogy mi, más-e az a betegség, ahol nincsen kórokozó, hanem csak meghűltek, mert hogy kiizzadtan hidegben vannak. Ahhoz, hogy kialakuljon egy légúti betegség, ahhoz kell egy arra alkalmas szervezet, amin megtapadhat a kórokozó, és kell egy kórokozó. Csak legtöbbször a kórokozóval a felületesebb, gyorsabban gyógyuló betegségeknél nem foglalkozunk, mert ezek legtöbbje a szokásos náthás betegségek, vírus által okozott betegségek, ártalmatlanok, néhány napnyi pihenésre, teázásra, tüneti szerekre szépen múlnak. Az, hogy az idén ezek miért mélyebbek, és miért fordulnak elő nagyobb számban, arra az a magyarázat, hogy az a populációs immunitás, ami évről évre kordában tartja a védekező rendszerünket, és edzi a sok-sok apró kórokozó jelenlétével, amik akár nem is okoznak betegséget, vagy csak enyhe betegséget okoznak, ezek most az utazások leállításával, a két szezonnyi pandémiával, a maszkviseléssel elmaradtak. Mondták is nekem az emberek, ők is döbbenten álltak ezelőtt, én is észleltem, hogy van koronavírus, küzdünk vele, rengeteg súlyos betegség volt, szóval nagyon nagy bajok voltak, de mellette észleltük, hogy a szokásos őszi hurutok, szokásos felsőlégúti hurutos betegségek elmaradtak. Alig-alig volt influenza fertőzés is, azt biztosan sokan tudják, és a többi enyhébb hurutos betegség is alig volt. És azzal, ahogyan most az utazások újraindultak, és már a maszkviselés kötelezettség megszűnt, ezzel olyan állapotban találta a szervezetet a sok egyébként szokványos kórokozó, hogy sokkal fogékonyabb voltunk, bak vagyunk, mert az az edzettség, amit ezek az enyhébb náthás betegségek hoznak magukkal, kialakítanak, ez nem alakult ki, két szezon kimaradt ebben a populációs immunitásban. Uh-huh. Most mi is azt tapasztaltuk itt az elmúlt néhány hétben, nekem is még egy kicsit ilyen nazális a hangom, tehát engem is elért, meg a családot is, mindenkit, sőt itt a munkahelyen mindenkit körülbelül, hogy tényleg azt beszéltük, akik így benne voltunk most az elmúlt egy-két hétben, hogy lehet, hogy talán többen vagyunk egyszerre betegek, mint mondjuk a Covid időszakban. Igen. És hogy mondjuk tavaly ilyenkor lehet, hogy ezért mindenkire maszkot raktak volna. Igen, az az üzenete főleg ennek, hogy tanuljuk meg belőle, már magából a Covid hullámból is meg kellett, hogy tanuljuk annak a kultúráját, hogy ez egy alap kultúrával kell, hogy váljon, hogy az, aki fertőző beteg, aki tudja magáról, hogy emelkedése van, náthás, csúnya orváladéka van, köhög, az viseljen maszkot, amikor sűrűn lévő emberek közé, milyen csúnyán mondtam, amikor olyan közegbe megy, ahol sok ember van. És ennek a kultúrája meg kell, hogy maradjon ezekből a tanulságokból. Egymásra úgy vigyázzunk, hogy ha már nálam az én légutaimon van éppen szaporodik valami kórokozó és egy betegséget okoz, akkor a többieket megóvjam azzal, hogy nem folyjon ki a légtérbe. Meg kell, hogy tanuljuk, hogy ez alapkultúrává váljon a beteg embereknek a maszkviselés. Uh-huh. Most még egy nagyon fontos kérdés szerintem a Covid is, hiszen az is jelen van, ahogy mondtad, hogy talán mondjuk én nem gondoltam volna, hogy súlyos dolgokat is tud most ez okozni, mert hogy pont ezt mondják, hogy nagyon le van most már gyengülve, és hogy nagyon enyhe tüneteket okoz, ami sokszor szerintem most tényleg összekeverhető egy ilyen felső légúti megbetegedéssel. Megtévesztő, mi is törjük a fejünket rajta, figyelünk, nagyon tapasztaljuk, teljesen összetéveszthető, most nem jellemzőek azok a specifikus tünetek, amikről rögtön tudtuk, hogy COVID, most teljesen egyforma légúti tünetekkel jelentkezik, nagyon kevés súlyos betegség van, hál' Istennek, de hát az nagy rész köszönhető a védőoltások
gyakoriságának is, hogy nagyon sok ember védett, és hogyha a COVID vírus megtámadja egy három oltással alapimmunizált szervezetet, akkor lehet, hogy csak egy nagyon felületes hullut, ami épp csak érintőlegesen zajlik a szervezetben, és nem szaporodik milliószámra bennünk a vírus, és lehet, hogy csak annyit érzünk, hogy mintha kicsit érezném a torkomat, aztán két nap múlva jut eszembe, hogy lehet, hogy tényleg megérintett engem, de nem talál táptalajra, mert hogy az elegendő az a védettség, ami bennünk van, és tovább is fut. Igazából csak specifikus teszttel lehet elkülöníteni a sok-sok fertőző betegséget, de én gyanítom, hogy a legtöbb covidos most mi nem is látjuk a rendelőben, mert annyira felületes betegséget okoz, hogy nem találkozunk orvosként a rendelőben velük. Uh-huh. Mikor tanácsos mondjuk tesztelni? Most az a változott az eljárásrend is, a legfrissebb eljárásrend szerint, és ennek tényleg van értelme, azokat teszteljük mindenképpen, akik nagy emberközösségben vannak, a pedagógusokat, az óvodásokat, az iskolásokat, vagy akik szociális otthonoknak a lakói, ahol pillanatok alatt szétterjedhet, és egyébként egy középkorú, jó általános, vagy súlyos betegséggel terhelt embereket, igen, ott azért fontos tudnunk, hogy ez COVID, vagy valami más, kevésbé ártalmas kórokozó, de az összes többi embernek gyakorlatilag otthon kell maradnia, gyógyulni, és a tünetek megszüntével mehet vissza a szokványos közegébe. Akkor még beszéljünk arról, hogy hogyan lehetne megelőzni, hogy ezek a betegségek kialakuljanak. Aki most még volt olyan szerencsés, hogy itt az őszi szezonban nem fertőződött meg akármilyen betegséggel, ez mit tud tenni? Beszéltünk az elején azért arról, hogy az öltözködés az fontos, meg igen, gondolom a vitaminok is. Igen, de úgy örülök, hogy ezt megkérdezted, mert szeretném azt a tévhitet eloszlatni, hogy bármilyen fertőző betegség azzal önmagában megelőzhető lenne, hogy ilyen-olyan vitaminokat szedünk. A vitaminszedésnek ez az egyik veszőparipám, a mesterséges vitamin bevitelnek. A legtöbb ember azt hiszi, hogy de hiszen szedek egy csomóféle vitamint, mi az, hogy rajta megtapad egy kórokozó. Addig van értelme a vitamin bevitelnek, amíg valakinek valamiféle hiány állapota van a vitaminokból. Az köztudott, hogy Magyarország legnagyobb részén, meg hát a országokként különbözik ez, de D-vitamin hiány van. A D-vitamin bevitelének a nem napfényes évszakokban van helye. És esetleg a C-vitamin bevitelnek az sem egekben őrült módon, hanem olyan szinten csak, amit vélhetően hiányállapotot élünk meg. De egy normális mennyiségű vitaminozottság, egy normál étkezés a mi jövőnkben, a mi országunkban D- és C-vitamin kivételével egyéb vitamin pótlása nem szükséges akkor, hogyha valaki elegendő zöldséget és gyümölcsöt eszik, egészségesen eszik, elegendő mennyiséget van napon, és nincs olyan betegsége, ami egyéb vitaminpótlást igényelne. De azon túl turbózni a szervezetet nem lehet vitaminokkal, hanem a legfontosabb, hogy egészségesen éljünk. Az a minimális vitaminbevitel, amiről beszéltünk, vagy ha valakinek speciális igénye van, akkor annak a bevitele, egy-egy betegség, kísérő betegség esetén, de egyébként egy normál közép étkezés és a megfelelő mennyiségű mozgás, azt tudjuk tenni, és az időjárás, a hőmérséklet lekövetése az öltözékünkkel, ez az, amit tennünk kell, és amit tehetünk. Itt a koronavírus kapcsán sokszor emlegették a gyógyulás útján, hogy a cinket nagyon fontos fogyasztani, és van, aki szerintem így, én sok olyanról tudok, aki már napi szinten viszi be, ez mondjuk kell. Nem kell, hogy tartósan megmaradjon. Uh-huh. Még egy jó hír a jövőből, az lesz a jövő, és már kezdik is forgalomba hozni ezeket, már teljesen a közeljövő, hogyha valaki mégis szeretné tudni, és ez a célzott kezelést azért nagyon segíti, és ez egy klassz dolog, hogy ilyen pontosan, célzottan nyúljunk egy-egy kezeléshez kórokozó szerint, hogy kezdenek forgalomba hozni majd olyan teszteket, ami sokféle kórokozót mutat ki. Ez lesz a jövő, hogyha akarunk vásárolni patikában ilyen teszteket, ha hurutosak vagyunk, akkor ezekkel a tesztekkel meg fogjuk tudni alapítani, hogy mi a kórokozó, és ha tudjuk, hogy egy olyan vírusfertőzés, aminek külön gyógyszere úgy sincs, akkor tüneti szereket alkalmazunk, ha egy ismert baktérium, akkor kérjük a házi orvos segítségét, ha az állapotunk igényli, hogy kívülről antibiotikummal segítsünk be az elpusztításukban. Szóval pontosodik, specializálódik a jövő.
most még, hogy a jövőt említed, a közeljövőben vírusok, fertőzések tekintetében mi várható? Tudsz-e valamit mondani? Tehát gondolok itt arra, hogy ugye elmaradt az influenza szezon, talán kétszer most is. Most nagyon nagy influenza szezon várható, ugyanezen okból, amit részleteztünk, hogy az elmúlt években kimaradt, és az egész világ behálózottsága révén, az utazások újra indulása révén tolódnak a különböző influenza vírustörzsek, és aztán ezek közül valamelyik majd a túlélés okán dominánssá válik, és az világjárványt fog okozni. Vélhetően nagy influenza vírus járvány várható, de van ellene védőoltásunk, úgyhogy tanácsolom mindenkinek, hogy ezzel védje ki. Ha csak annyit megnyerünk, hogy pár nap komoly izomfájdalom, nagy lázzal járó komoly influenza vírus fertőzését megelőzzük, akkor már megnyertük, megéri fölvenni az influenza vírus elleni védőoltást, és plusz, amit mindig el szoktam mondani, ez is veszőparipám, hogy az egy mért adat, bizonyított tény, hogy aki minden évben felveszi az influenza vírus elleni védőoltást, annak az immunrendszerre edzettebb és ügyesebben reagál minden más kórokozó behatolására is. Viszont, hogyha megbetegszünk, akkor milyen legfontosabb tanácsaid lennének a nézők számára, hogy mit tudnak tenni, mondjuk, hogy elkerüljük például azt, hogy antibiotikumot kelljen szednünk? Az otthonmaradás, a nyugalom, nem szoktak, olyan rohanó világban élünk, és teljesítménykényszeres világban, hogy nem jelentenek az emberek, nem tulajdonítanak elég nagy jelentőséget a pihenésnek, az ágynyugalomnak, a teázásnak, mintha ez egy ilyen mellékes apróság lenne. Sokkal gyorsabban gyógyulunk, ha a szervezetet hagyjuk arra koncentrálni, hogy a legoptimálisabban reagálja le a behatoló kórokozót, akár vírus, akár baktérium. Tehát nyugalom, optimális hőmérséklet, a szellőztetés, hogy a tiszta levegővel távolítsuk el a kórokozókat a szobában, és a C-vitamin, D-vitamin, ez a legtöbb, amit otthon tehetünk, és a legtöbb felsőoligotigurú gyógyul is ennyire. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és remélem, hogy nem kell túl sokat beszélgetnünk hasonló jellegű betegségekről. Igen, én is remélem. De köszönöm más témában majd nagyon nagy szeretettel várunk. Köszönöm. Még. Köszönöm szépen. Október 1-e hivatalosan is a merrák elleni küzdelem világnapja. Székesfehérváron immár hagyományosan évről évre megrendezik a merrák elleni sétát, ezzel is felhívva a figyelmet a betegség elleni küzdelem és a szűrővizsgálatok fontosságára. A jó ügy az eső ellenére is többeket megmozgatott október 1-én. A város lakossága, az Albafehérvár KC kézilabdázói, a Molfehérvár FC női focistái, a Hidrofehérvár AV19 hokisai, a Fehérvár Entroners amerikai focistái, a város civil szervezetei is kiálltak a merrák elleni küzdelem fontossága mellett. Nagyon örülök neki, hogy itt a rengeteg probléma közepette is az emberek erre időt, energiát fordítanak. Itt vannak a sportolók, itt vannak a nyugdíjas klubok, itt van nagyon sok fiatal anyuka, kisgyerekkel, kislányok, akik már erről egyáltalán hallottak. A mai világban most nem erről beszélünk a leggyakrabban, de nagyon jó lenne, hogyha komolyan vennénk ezt a kérdést. Akinek van behívója, elmenne a szűrésre, mindenki elvégezné az önvizsgálatot, és akkor nem kellene feleslegesen meghalniuk nőknek és férfiaknak. A merrák jó gyógyítható, minél korábban fedezik fel a mammográfiás vizsgálaton, annál nagyobb az esély a gyógyulásra. A betegségben egyre inkább érintett a fiatal, a 30-as korosztály. Székesfehérváron is minden évben próbálják felhívni az emberek figyelmét, mennyire fontos, hogy figyeljünk magunkra, járjunk el a szűrésekre, foglalkozzunk az egészségünkkel. Minden évben megpróbáljuk elmagyarázni az embereknek, hogy egy betegség korai felfedezése az milyen fontos, hogy törődjenek magukkal, hogy minden nehézség és probléma ellenére figyeljenek oda arra, hogy ez egy ugyanolyan létező betegség, mint a többi. Járjanak el szűrésre, foglalkozzanak az egészségükkel. Milyenek egyébként így a gyógyulási esélyek a merrákból? Mennyire fontos tényleg az, hogy időben felfedezzük ezt a betegséget? Óriási a különbség, és ezért is próbáljuk megmagyarázni, hogy egy korai merrák az egy gyógyítható betegség, a betegek elsőprő többsége meggyógyul, minél korábban fedezik fel,
azt szoktuk mondani, hogy az a jó hír egy mammográfiás szűrésnél, ha találnak egy pici daganatot, mert akkor nem telik el még 2 év, ameddig az nő és terjed. És hogy a mai sebészeti és gyógykezelési eljárások mellett esztétikailag és emberileg is ez egy teljesen kibírható dolog, és körülbelül olyan gyógyulási aránya a kecsegtet, mint egy vakbélgyulladás. Nem szabad, hogy az emberek ezt úgy éljék meg, mint valami drámát, ami az egész életüket elrontja. Nem ritka a 30 éves korosztályban már a rossz indulatú daganat, és akkor előre haladtával nő. Tehát az van az ideális, hogyha a szűrés nem fejeződne be 65 éves korban, hanem csak nem élethosszig tartana. A mellrák elleni séta háziasszonya Závodszky Noémi színművész volt, aki a lelki egészség fontosságát hangsúlyozta. Akik ismernek engem, azért vannak ismerős arcok számomra. Tudjátok, hogy én leginkább mindig a megelőzésre szoktam felhívni a figyelmet, és nem csak egészségügyi jogból, hanem lélekszinten is, mert nekem ez az életem, ez vagyok én, ez a legfontosabb. A többiekről úgyis majd a szakértők fognak beszélni. És rengeteget gondolkozom azóta is, hogy amikor az első sétám voltam, én utána elmentem egy emlővizsgálatra egy magánrendelő intézetbe, és nem megy ki a fejemből az a gondolat, az az információ, amit az ott dolgozó doktornő, aki az ultrahangos vizsgálatot végezte, mondott nekem. Ő azt mondta, hogy minden egyes esetben, tehát ez egy nagyon konkrét statisztikai adat volt, hogy minden, szinte, így mondom, kivétel nélkül minden egyes esetben a diagnosztizálás előtt bizonyos idővel a hölgyeket valamilyen trauma érte az életében. Legnagyobb többségében válás, vagy hogy felmondtak nekik a munkahelyen. Ez volt a legelső. Nyilván még egyéb traumák is előfordulhattak. És egyszerűen azóta is, főleg, hogy most már anya is lettem, egyre inkább megváltozott a prioritás az életemben, és a tudatosságot húzom mindig 3-szor alá. A Kézenfogva Klub az Országalma mellett önvizsgálati és lelki tanácsokat adott, és a mellrák szűrésekre is fel lehetett iratkozni. Mostantól Séda Zoltán kollégám által készített videókat is mutatunk önöknek. Elsőként a szakítás témáját járjuk körbe. Én nem tudok élni nélküle. Mi lesz velem most? Mit csináljak? Az első és legfontosabb az, hogy az ember őrizze meg a méltóságát. Szakítás után mindenképpen, semmiképpen nem célszerű hívogatni a másikat, meg ráakaszkodni, meg magyarázatot követelni, meg hisztizni. Ennek szerintem nincs semmi értelme. Levonni a megfelelő konklúziót, meggyászolni, elengedni, tovább lépni, akármilyen egyszerűen is hangzik, okkal szakítanak az emberrel. Ezért mondtam azt, hogy vonjuk le a konzekvenciát. Nézzünk egy kicsit magunkba, hogy mi az, ami az én hibám, mi az, amiben én vagyok a felelős. Ne hibáztassuk a másikat. Egy tisztázó beszélgetés nyilván nem árt. Egy normális kapcsolatban valószínű már a szakítás előtt megtörténik az, hogy megbeszélik, hogy ez így nem fog működni. Maradjunk barátok. Ez az, amit nagyon sokan elkövetnek, és szerintem nem feltétlenül jó ötlet, meg nem mindig működik, és nem mindenki alkalmas arra, hogy barátkozzon az exével. Vannak, akiknek jól működik, de nem kéne erőltetni. Nem csak annak fáj, akivel szakítottak, annak is fáj, aki szakít egyébként, és ez pont ugyanolyan nehéz neki is, és ugyanolyan gyász folyamaton mennek mind a ketten keresztül, csak valószínű, hogy aki szakít, annak talán egy kicsit könnyebb, mert ő benne már lezajlottak a folyamatok, mire eljut a szakításig. Végig kell menni a stációkon, a hitetlenségen, a dühön, mérges vagyok rá, haragszom rá, csapkodom, elmondom mindennek, de jó, ha ez magam, mindezt magamban teszem. Aztán megélem a fájdalmat, és végül megtanulok nélkül élni, tehát elengedtem. Na ez az, majd megjön az igazi. Ez volt mára az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.